magyar felzinekről fogok kicsit megint beszélni. A 90-es évekbeli magyar felzin, felzinmozgalom, tehát a klasszikus magyar felzinmozgalom minden bizonnyal nem olyan lett volna, amilyen, ha nincs maga Rácz Misi. Rácz Misi a Második Látás nevű fanzin, lap kiadója, szerkesztője és készítője volt. Mihály volt az első magyar fanzin szerkesztő és kiadó. A 80-as évek legvégén ő jelentette ő meg, 86 környékén, a 86 és 88 között a Mélyvágás nevű kiadványt, ami 3 számot ért meg, ezek ilyen 50 példányos lapok voltak, és aztán le kellett neki állni, amit a rendőrség begyűjtötte az anyagokat. Ezek egyébként zenén kívül szinte koncertkritikákon meg album ismertetőkön kívül gyakorlatilag szinte semmi nem volt. Ez egy külön misét megérne, hogy a hatalom milyen szinte pánikolt mindentől. És utána 88 környékén kezdte el a Második Látás kiadványt. Mutatom, a Második Látás így nézett ki. Ez egy viszonylag korai szám. Lemezismertetők, koncertbeszámolók, interjúk együttesek. És a végén mindig volt egy képregény. Politikai fejtágító nagyon kevés volt benne szerencsére. Ez egy ilyen típus, aztán a végén a Misi kicsikét már elszaladt, és ilyen kötetszerű kiadványokat adott ki, amikben a végén már követhetetlen mennyiségű információ, és úgy kb. 50 oldalnyi lemezkritika volt, szerintem ezt senki ember el nem olvasta. És ennek a mintájára alakult ki Magyarországon az összes ilyen zenei kiadvány, többek közt ilyen volt a Szűkbőrű, a Szeméttele, azt mondja, még egy Szeméttele, az Életjel, a Masbéri Krónika, a Tűzvonal, meg a Mozgalom, és ilyen jellegűből volt még 50 vagy 100, csak amiről én tudok. Na most a magyar fanzin mozgalom a 90-es években, a klasszikus nagy időkben ezen az úton ment volna végig, és mindegyik pont ilyen lett volna, ha nem vagyok én. Én 90-ben készítettem el, és azt hiszem 91. januárjában jelent meg a Genyó Szívó Disztroj első száma, ami a szokásos egyébként nyugati mintát másoló, lemezismertető interjú, valahol szembe egy ilyen koholt történetek, szintén egyéneivel való bukkoskodás, irónia, abszolút humor, tiszteletlenkedés. És ez ismét egy másik utat indított el, és ennek a mintájára aztán indult el a magyar fanzin másik ága, a Búvárok Reménykednek, a Dark Zalatány, a Dallas, a Tartós Békéért Haladásért magazin, amely a Magyar Idi Amin Dada Társaság hivatalos lapja volt, és egy későbbi kiadvány, a Bunkózin, ami már a Genyó Szívó Disztroj kései korszakát hatása alatt készült, tehát már ez is a kései Genyó mintájára az ilyen anarchista, liberális életézéseket gúnyolta. Tehát a magyar fanzin mozgalom a 90-es években ezen a két úton ment el. Második Látás iskola, Genyó Szívó Disztroj iskola. Ezen kívül gyakorlatilag szinte semmi más nem volt. Na de, miért vártunk mást? Néha elcsodálkozom azon, hogy sokan milyen nagy elvárásokkal mennek neki az embereknek.
és milyen nagy elvárásokat támasztanak különféle mozgalmaknak. És mondjuk haragudnak arra, és elégedettenek azért, mert kint a világban minden a közhelyes és sematikus, és közhelyes sematikus dolgokat hoznak létre az emberek. Utána lemennek az underground alternatív mozgalmakba, és azt várják, hogy ott nem az fog történni, hogy közhelyes, sematikus dolgok születnek. De hát mi más születne? Hát azt is emberek készítik. A múltkori adásban mutattam ezt az olvasnivaló nevezetű politikai fejtágítót. Annak egyik oldalán van egy nagyon aranyos kis rajz. Én már a múltkori felvételen is kiemeltem. Remélem meg fogom találni. Próbálom mutatni. Itt látható az rajta, hogy a fiatalok bemennek az iskolába, vagy a hadseregbe, és kijönnek uniformizált, egyforma külsővel. Holott az igazság ezzel szemben az volt, hogy ott kint a való életben rengeteg különböző, sokszínű fiatal, srác, meg gyerek létezett. Az egyik szerette a focit, a másik folyton kilátott, a harmadik bélyeget gyűjtött, a negyediknek hosszú haja volt, az ötödiknek rövid. Az egyik a rövid nadrágot szerette, a másik a kantáros nadrágot. És az a rengeteg össze-vissza ilyen meg olyan fiatal srác lement a fekete lyukba, hogy egy-két hét múlva kiáramlott fekete bakancsba, fekete pólóba, amin halálfejek vannak, fekete nadrágba, fekete bőrdzsekivel, ugyanolyan ruhával, hajjal, kinézettel. De hát mit várunk más? Várjátok, mert szerintem még jövök. Szevasztok!